Ciao, sono Ayub Daoud e un saluto agli amici di NSO TV. Bemutatták a Budapest Honvéd 4 legújabb szerzeményét. A szomáliai Ayub Daoud eddig 5 mérkőzésen lépett pályára, és már 4 gólnál tart. A Juventust is megjárt csatár, magasra tette a lécet, elmondása szerint akkor lenne igazán elégedett, ha idén 20 gólig jutna. Juventus is big club, big players. A Juventusnál nyilván sok minden más, mint a Honvédnál, hiszen ők évről évre a bajnoki aranyért küzdenek, és olykor a Bajnokok Ligája győzelem is elérhető a számukra. De jó érzés egy olyan klubban játszani, ahol egykor Puskás Ferenc is pályára lépett, ő egy igazi legenda. Természetesen én is szeretnék egy nagy európai klubban játszani, ez teljesen normális, de ahhoz, hogy egyszer ez összejöjjön, most itt kell nap mint nap kiemelkedő produkciót nyújtanom. A kolumbiai válogatott Edinson Pereira Valencia eddig egy meccsen lépett pályára, de már is fontos gólt szerzett. A francia Bordot és a brazil Grêmiót is megjárt futballista ugyanis, az előző fordulóban a Videoton ellen lépett pályára először, és már is góllal mutatkozott be, ami ráadásul 3 pontot is hozott a kispestieknek. Nagyon örülök, hogy itt lehetek Magyarországon, ez egy nagy lehetőség volt a számomra, hogy újra Európában futballozzak. Még csak egy meccsen léptem pályára, de azért az látszik, hogy az első helyezettől az utolsóig bárki meg tud verni bárkit, ami mindig jót tesz egy bajnokságnak. A panamai válogatott Aníbal Cecis Godoy, a Los Angeles Galaxy és a mexikói Amerika érdeklődését is felkeltette. A középpályás azonban a Honvédot választotta. Panamában a családommal együtt hoztuk meg a döntést, és örülök, hogy Magyarországra kerültem, bízom benne, hogy élni tudok a lehetőséggel, mert az a saját karrieremnek és a klubnak is csak a hasznára válhat. A 29 éves kameruni Thomas Hervey Job Liok az olasz Bolognából igazolt Kispestre, de Itáliában játszott többek között a Sampdoriában is. Én egy kicsit más helyzetben vagyok, mint a többiek, hiszen én már lassan 30 éves leszek, és az elmúlt 10 évben többnyire olasz másodosztályú csapatokban játszottam, és új impulzusra vágytam, ezért is fogadtam el a Honvéd ajánlatát. George F. Hemingway, a kispestiek tulajdonosa elmondta, mint minden évben ezúttal is azt szeretné, ha a csapat kijutna a nemzetközi porondra, a Honvéd vezetőedzője Marco Rossi pedig örül a 4 érkezőnek, mivel így versenyhelyzetet tud teremteni a csapatba kerülésért.